Tehát itt vagonírozták be, és innen vitték az embereket a kismunkára, amiből a kismunka 3 év lett. Jó esetben 3 év lett. A II. Világháború után a Szovjetunióba kényszermunkára hurcolt emberekre emlékeztek az Ezüst idő múlt idéző sorozatában, majdán Ferencné a Málenki robotról, a sváb származású emberek szenvedés történetéről tartott előadást. 1945-ös időszakban történt, amikor a sváb származású embereket hurcolták el a Szovjetunió lágereibe. Az emberek nem tudtak róla, hogy ez mit fog nekik jelenteni, tehát a mi településünkön élő kompolti emberek, sváb származású emberek, ők nem tudtak róla, csak azt, hogy majd valami kis feladatuk lesz, és akkor utána ők jöhetnek haza, mert ezt nem mondták el nekik, hogy a végén ebből 3 év lesz. Elmondta kompoltról, 72 embert vittek el Málenki robotra, 12-en soha nem tértek vissza. Majdán Ferencné a túlélőkkel készített interjú gyűjteményéből írt könyvet. A 3 év 3 órában 2006-ban, bővített kiadása pedig 2010-ben jelent meg. Majdán Ferencné előadásában beszámolt a könyv születéséről, a mély interjú körülményeiről. Elmondta, a 4 megszólaló közül már csak a jelenleg 93 éves Bata Istvánné él. Elhangzott az elhurcolt politikai foglyok, kényszermunkások tavalyi emlékéve kapcsán 250 emlékhelyet avattak, és 640 mű született a témában.